Csapatzászlót megőrzés átkozott. Csapatzászlót megőrzésre átkozott. Ünnepélyes keretek közt adta át a csapatzászlót és beosztását Drót László központparancsnok eddigi helyettesének. Az ezredes beszédében úgy fogalmazott, legnagyobb eredményének az egyre intenzívebb nemzetközi szerepvállalást tartja. 32 kiképzési rendezvényt tartottak a Magyar Honvédség részére, és ugyanennyi internacionális felkészítésben vettek részt, ami azt jelenti, hogy teljes jogú tagként kezelik a nemzetközi partnerek a magyarokat. Drót László 2016. decemberétől vezette a központot. Köszönöm szépen mindenkinek a sok ajándékot és a lehetőséget, hogy itt lehettem. Jövök még vissza, ezt nem fenyegetésképpen mondom. Az elköszönő parancsnok júliusban utazik családjával Amerikába, ahol a Magyar Honvédség Nemzeti Összekötő Képviselet állományát fogja vezetni a Virginia állambeli Norfolkban. Haderő fejlesztéssel, haderő jövőképével kapcsolatos tevékenységeknek a kutatásával, illetve kidolgozásával foglalkozik ez a parancsnokság. Ezen a parancsnokságon fogom vezetni a magyar katonai képviseletet. A Magyar Honvédség parancsnokát fogom képviselni, és az ő érdekeinek, illetve a Magyar Honvédség érdekeinek megfelelően fogjuk a feladatainkat teljesíteni. Hát egy nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy erre ezt a feladatot megkaphattam. Rédei Róbert 2014 óta a béketámogató kiképző központ központparancsnok helyettese. A missziós felkészítések és nemzetközi tanfolyamok felelőseként hárult rá igen sokrétű és széles spektrumú feladat. A célom az, hogy az előjáróim és a korábbi parancsokok, Apáti Zoltán dandártábornok és Drót László ezredesünk nyomdokait kövessem, és azokat az innovációs fejlesztéseket, amik a nemzetközi kiképzések területén, illetve a missziós tevékenységek felkészítés területén eddig is már megvalósítottunk, tovább vigyem. Bízunk benne, nem ugrik ki belőle semmi. A távozó ezredest az ünnepség végén tortával lepték meg kollégái.